Közel 7 évvel ezelőtt jött létre az evangélikus fiatalokat támogató alapítvány Aszódon. Az alapítvány az aszódi evangélikus fiatalokért 2009-ben jött létre. Célja az aszódi evangélikusok támogatása mindennapi életükben, hitéletükben, fejlődésükben, tanulmányaik és utazásaik során. Ezen alapítvány elődjeként a városban évtizedekig működött az Aszódi Evangélikus Ifjúságért Alapítvány, mely ugyanezeket a célokat valósította meg. 25 évvel ezelőtt alakult, 4 aszódi evangélikus hozta létre azzal a céllal, hogy az aszódi evangélikus fiatalokat segítse hitéletében, mindennapjaiban, örömeiben, tanulmányaiban, tehát ugyanazzal a céllal tulajdonképpen, amivel a jelenlegi alapítvány, de úgy gondoltuk hosszú évtizedek után, hogy teljesítette, amit vállalt, és azok, akik létrehozták, azok a pályából már kifelé mennek, átadjuk a helyünket a fiataloknak. Így jött létre aztán a következő alapítvány hasonló céllal és hasonló eszmeiséggel. Az elején elsősorban a kicsinyek számára hoztuk létre, óvodások és iskolások, és elsősorban kisiskolásoknak, azoknak a karácsony ajándékait az anyáknap közelettével mindig minden évben ünnepi alkalommal létrehozott kis ünnepséget, csomagokat, azokat áltuk, és utána jöttek a kirándulások. Tehát mindezeket, ha összeadom, évente körülbelül 24, tehát ha az évfolyamokat nézem, a 25 év alatt 25-ször 24 gyerek legalább részesült benne, és nem évenként, hanem minden évben. Fisülné dr. Horváth Anna 39 éve praktizál gyermekorvosként Aszódon. Korábban a Pest megyei, illetve az Észak-Pest megyei, közben pedig az Aszódi Evangélikus Egyházközség felügyelője is volt. Az egyházközségi felügyelő joga és kötelessége ügyelni az egyházközség működési feltételeire, segíteni a gyülekezeti munkát, figyelemmel kísérni és irányítani a személyi, anyagi és jogi természetű ügyek intézését. Ennek kapcsán a doktornő komoly rálátással rendelkezett többek között a támogatások felhasználására. Nagyon jó volt az elején, mert még nagyobb volt a lelkesedés, mint most. Az emberek örültek neki, a gyerekek örültek neki, a fiatalok örültek neki, a felnőttek örültek neki, mert hogy együtt tudtunk menni például testvérgyülekezeti kapcsolatokat építeni Ólandra, Finnország más területére, Németországba. Együtt tudtunk elmenni, kirándulni, moziba, színházba, nagyon sokszor voltunk a fiatalokkal színházba, és ezeket mind-mind az alapítvány állta. Igazándiból akkor még lelkesedésből nagyon sok ember támogatta zsebből. Utána jött csak az 1% lehetősége, azt is sikerült megszerezni, pályázni is tudtunk, pályázattal is sikerült pénzt szereznünk, és ezt mind-mind fel tudtuk használni, sőt, el is tudtunk számolni vele, ami a mai világban nem is olyan egyszerű. Amikor megszűntünk, akkor közel 900 ezer forintot adtunk át az evangélikus egyháznak, amivel ő aztán el is számolt, és a fiatalok számára felhasználta. A ma működő alapítvány elsősorban ezeknek a programoknak a szervezésében, támogatásában tevékenykedik tovább. Az alapítvány pénzeszközeinek felhasználásáról a 3 tagból álló kuratórium dönt, melynek elnöke Detre Zoltán, a tagjai pedig Makai Szabina és Molnárné Jurinka Tünde. Az alapítvány igyekezett minden évben valamit hozzátenni az ifjúság életéhez. Az elején ugye, miután új alapítvány voltunk, ez csak kisebb csomagokat jelentett a karácsonyi műsorhoz, vagy még a Mikulás műsorhoz. Később, ahogy az alapítvány növekedett, beszálltunk már az utazásokba is. Ez jelentette az országon belüli utazásokat, ifjúsági találkozókat, később pedig a testvérkapcsolatoknak a fejlesztésébe is részt vettünk. A fiatalok utazásait támogattuk, illetve étkezésüket, vagy pedig amikor a vendéggyülekezetből érkeztek hozzánk fiatalok, akkor az ő itt létüket segítettük, illetve a mi fiataljainkat támogattuk ahhoz, hogy együtt tudjanak velük utazni. Az elmúlt 2 év egy nagyon jó év volt, vagy 2 jó év volt számunkra, a bőség esztendeje volt. 2014-ben fogadhattuk a testvérgyülekezetnek a fiataljait, és közösen Erdélyben járhattunk. Ez azt jelenti, hogy egy hétig
busszal, végigjárhattuk a történelmi Magyarország gyönyörű részeit. Ez azt jelenti, hogy buszutazás, teljes ellátás, reggel, ebéd, vacsora, és ez a fiatalok számára igen kedvező áron sikerült megvalósítani. Talán 10 fiatal vett részt benne, kisebb korosztálytól a 15 évestől a 20 évesig. Az elmúlt évek során, illetve a tavalyi évben pedig nagyon sok tábort szerveztünk az egészen piciktől a nagyobbakig. Itt általában az étkezésükbe szálltunk be. Ezek a táborok, ezek Aszódon, a parókián, vagy a Mátrában, vagy a Börzsönyben. Általában egy 5 napos táborozásról van szó, ahol 20-25 fő is akár, vagy 30 fő is egyszerre részt tudott venni. A 2014-es évben egy nagyon különleges támogatást is nyújthattunk. Egy hátrányos helyzetű fiatal fiúnak tudtuk a tanulmányait segíteni, aki végül szakmunkás bizonyítványt szerzett, eladói vizsgát. Ezt anyagilag úgy tudtuk támogatni, hogy a vizsgadíját fizettük ki számára. Meg kell említenem még egy nagyon fontos pontot az alapítványunk életében, Detre János Esperes úr könyvét, melyet az Aszódi Evangélikus templomról írt. Alapítványunk ezt támogatta, illetve a kiadását támogatta, azzal a céllal, hogy egy ilyen történelmi emlék legyen, illetve a fiatalok mind megkaphassák és tanulhassanak és okuljanak belőle. Az elmúlt 7 évben az Aszódi Evangélikus fiatalokért végzett munkát az alapítvány további tervekkel kívánja folytatni. Törekvéseikhez, céljaikhoz segítő szándékú anyagi felajánlásokkal járulhatnak hozzá az Aszódi Evangélikus Fiatalság javára. Hála Istennek nagyon sok programunk van, amit hordozhatunk magunkkal a múltból, ilyenek a táborok, illetve próbáljuk újra fölvenni a kapcsolatot a testvérgyülekezetekkel, ebben most Finnország értendő elsősorban, Helsinki és Åland, és igyekszünk ezt a kapcsolatot újra életre kelteni, és itt készülődünk akár egy utazással, vagy akár egy fogadással, természetesen az alapítvány és a ifjúság együtt szeretné ezt megvalósítani. Alapítványunkat kétféleképpen lehet elsősorban támogatni. Az egyik az az 1%, a másik pedig bármilyen olyan adományt el tudunk fogadni, vagy felajánlást, ami a munkánkat segíti. Itt gondolok akár egy busz felajánlásra is, hogy utazni tudjunk, gondolok akár élelmiszerre is, hogy a táborokban tudjunk étkeztetni. Az alapítványunknak van egy weboldala, amelyet az aszód.luterán.hu alatt meg lehet tekinteni, van egy almenüpont, alapítványok, és alatta megtalálhatjuk mind a célkitűzéseket, mind a beszámolókat, és természetesen a terveket is.